Üdvözlöm és szeretettel köszöntöm az olvasókat újra. Ezúttal egy LG készüléket fogunk bemutatni, aminek az a neve, hogy KP500. De abban a szerencsétlen helyzetben vagyok jelen pillanatban, hogy sötét környezetben vesszük fel ezt a videót, ami hát lehetne mondani, hogy illeszkedik az agytevékenységemhez is, de remélem erről nincsen szó, viszont van egy olyan hátrány a dolognak, hogyha én felmutatom a kivilágított kijelzővel rendelkező készüléket, akkor az elhomályosít mindent. Pedig az LG KP500-nak hát azért annyira nem erős a fényereje, csak ebben a környezeti helyzetben tűnik ennyire izmosnak. Mit kell tudni erről a készülékről? Ez egy érintőképernyős telefon, ami a Renoir formatervéhez hasonlít, tehát ugyanaz a három aprócska gomb van itt alul. Egy az egyben műanyagból készült az egész. Ráadásul ezek a műanyagok hát nem is túlságosan vaskosak, tehát elég jól hajlítható kis vékony cuccokról beszélünk. Viszont ennek ellenére a minőségérzet nem rossz. Az összeszerelésről annyit, hogy hát hogyha nagyon akarom, akkor végül is tud nyeszörögni ez a telefon is, de azért ennyire szerintem egyetlen felhasználó sem fogja megnyomkodni a készüléket. Úgyis alapvetően a fellapon levő érintő kijelzőt fogja mindenki nyomkodni, ez borítékolható. Standing on the corner just me and Yoko Ono, he was waiting for Jerry to land. Az érintő kijelzőről azt kell tudni, hogy ez egy olyan modell, akárcsak a hasonló Samsung és LG termékek, itt is a főképernyőn úgynevezett widgetek húzhatóak ki a kijelzőre, és ezek a widgetek aztán ott vannak a főképernyőn hát gyakorlatilag folyamatosan. De most kihúzigálok így párat, lehet látni, hogy ezek ilyen furcsa elrendezésben vannak, de ha megrázom a telefont, akkor automatikusan berendeződnek eredeti, illetve hát így vállalható állapotra is. Ez azt is feltételezi, hogy ebben a készülékben bizony van mozgásérzékelő. A mozgásérzékelő ugye most már egyre több készülékben jelenik meg, arra jó, hogy a készülék szoftvere, illetve a kijelző alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, amely helyzetben a készüléket tartjuk. Viszont ebben az LG modellben a mozgásérzékelő csak néhány funkció esetén használható ki, az egyik ez a jópofa rázogatás, aminek igazából túl sok értelme nincsen, másik kettő olyan funkció van, ahol még ezt ki lehet használni, az üzenetírása az egyik olyan, aminél ez fog látszani. Mutatom, hogy ha üzenetet írunk, akkor ez a szabványos virtuális gombsor található meg, de elfordítom a kijelzőt, akkor látszik, hogy QWERTY gombsorra vált át a telefon, majd vissza. Tehát ez a két opció van. Most QWERTY gombsornál viszont azt kell észrevenni, hogy bár ez egy viszonylag nagyméretű érintő kijelző, mégis hát sajnos ezen a felbontáson, ezzel a mérettel van arra esély, hogy félrenyomunk, tehát nem biztos, hogy az a legkézenfekvőbb, hogy ebben az állapotban így jutnak az SMS-t. Ráadásul, hogyha ezt a QWERTY is elfordított verziót választjuk, akkor mind a két kezünkre szükségünk lesz, mert ugye az ember akkor így írogat. Ez most itt ugye hát nincsen. Mit tud még a készülék? Hogy ugye újra vezérelhető menüje van. Itt például azt lehet csinálni, hogy hát ügyes vagyok, próbálkozunk még vele egy párszor, de hogyha nem sikerül, akkor hagyom a fenébe. Na a lényeg az, hogy ha jól csinálom a dolgot, akkor ez a képernyő ez így el tud forogni. Na most már látszik, hogy mi a lényeg, és akkor több oldalnyi ilyen widgetet is föl tudunk tenni a kezdő képernyőre. Hol van még szerepe a giroszkópnak? Hát nyilván a multimédiánál, ugye az alapmenü azt azért be is mutatjuk egy videón a cikkben. Az alapmenü az ugye viszonylag egyszerű, tehát az LG telefonokra hasonló kialakítású rendszerről beszélünk. Ami jó a telefonban, hogy ha például képeket nézegetünk, akkor a galériát automatikusan fekvő helyzetbe hozza be a készülék. Kicsit lassan tölt be, de kiválasztok egy tetszőleges képet, egyrészt ezt is tudom videóra húzigálni, másrészt pedig, hogyha kiválasztok egy tetszőleges képet, akkor az a kép ugye megjelenik a kijelzőn, és ha elforgatom a készüléket, akkor elforog a kép is. Ez a dolog, ez működik a videólejátszónál is, tehát ott is el fog fordulni a kijelző, attól függően, hogy hogyan tartjuk a készüléket. De más olyan hely nincsen a telefonban, ahol ugyanezt a funkciót ki tudnánk használni. Mi az, ami még esetleg érdekes lehet a készülékről? De igazából ami szerintem nagyon hasznos, hogy a beállításoknál van egy olyan lehetőségünk, hogyha a kijelző beállítását nézzük, hát így néznek ki, akkor itt van egy ilyen, hogy betűtípus, és ez a betűtípus arra jó, hogy négyféle betűméretet is
választhatunk, és a nagyon nagy betűméretet választva az fog történni, hogy meg fogjuk látni, hogy a menüpontok is ezt a nagy betűtípust használják a jövőben. Ez majdnem mindenhol így van, tehát majdnem az összes menüpontra vonatkozik ez a hatalmas betűtípus, de például a főmenünek a karakterei nem változnak, illetve természetesen ugye a widgetek sem, tehát az alapképernyőn található ikonoknak a betűméret nagysága sem változik. De a többi helyen viszont mindenhol nagy. Van a telefonnak hibája is, hát mi az, ami nincs olyan telefonok, ne lenne hibája, a KP500-asnak is van, ez pedig az üzenetkezelésben keresendő. Nem is a szövegbevétel itt a lényeg igazából, hanem a szoftvernek a sebessége, ami egy kicsit lassúcska, mert a bejövő üzeneteket már megnyomtam, és most még mindig listázza ezeket, majd most kapjuk meg őket, tehát ez egy elég lassú dolog, és ugyanez a lassúság jellemzi akkor is, hogyha mondjuk bemegyek egy üzenetbe, ugye itt van maga az SMS, és fölül van ez a kis visszanyíl, amivel vissza tudok menni, ami viszonylag gyors, de hogyha például törlek egy üzenetet, és úgy akarok visszamenni, akkor ott bizony sok másodpercet kell várni, mire megint visszakapom azt a listát, amiben az SMS-ek szerepelnek. Tehát ez egy elég nehézkes része. Pozitívumot is lehet mondani a készülékről, elsősorban mindenképpen az árát kell kiemelni, bár hivatalosan még nincs forgalomban Magyarországon, de ez csupán hetek kérdése. A KP500-as telefon valószínűsíthetően olyan 40-45 ezer forintos független áron fog kerülni a boltok polcaira, ami egy érintőképernyős divatos mobiltól igen jó pont. Az érintőképernyőre visszatérve pedig azt kell még megmutassam az olvasónak, hogy van itten nekünk stylusunk is, tehát elvileg cerkával is lehet nyomkorászni a kijelzőt, de kevésbé érzékeny a ceruzára, mint az újra, tehát az új nyomásokat sokkal jobban érzékeli a kijelző, mint a ceruzát. A hátlap alatti akkumulátor sem veszélyes, bár nem túl nagy, de ennek ellenére egy ilyen 3 napig nálam simán üzemelt, és ebben a 3 napban azért volt egy elég jelentős szilveszteri SMS forgalom is, tehát a készülék a hálózaton is rajta volt és sokat kommunikált vele, mégis bírt a 3 napig, az is igaz viszont, hogy a telefonban nincsen 3G támogatás, tehát ez egy egyszerű GSM készülék, úgyhogy milyen szempontból kevésbé ismerül az akkumulátor természetesen. A magunk részéről a telefonra az ajánlott pecsétet nem fogjuk megadni, de ennek oka nyilván a kicsit olcsó anyagminőség, a lassú szoftver bizonyos esetekben, és a hát nem egészen professzionálisan megoldott érintőképernyős kezelőfelület, de egy tetszett pecsétet mindenképpen kaphat, ami meg nagy szerepe van abban is, hogy ez egy olcsó készülék lesz. Waiting.